Tárva nyitva a Szanki kincses tár. November 7-én Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, és Patkós Zsolt polgármester az Ízek háza udvarán nyitotta meg a Szanki kincsestár című állandó kiállítást, mely a településhez köthető helyi értékek mellett a hungarikumokat is bemutatja. Az eseményhez kapcsolódva az elmúlt hetekben a Gyészabó Béla Református Általános Iskola tanulói rajzaikban örökítették meg a Szanki értéktár kincseit, a felső tagozatosok pedig hungarikum vetélkedőn mérték össze tudásuk nemzeti és helyi értékeink ismeretéből. Hogyan fogalmaztad meg a gondolataidat? Hát úgy, hogy lerajzoltam a sportpályát. Ezek szerint te ezt tartottad legfontosabb értéknek? Igen. Szangnak vannak ilyen bizonyos értékei, mondjuk a méz is megy, akkor a konyak megy, ugye, ami az Ízek házába készül, meg van a tekecsarnokunk, ezek. És ezt miért gondolt, hogy ezek értékek itt Szankon? Miben nyilvánul meg az értékük? Meg tudod ezt fogalmazni? Hát a tekecsarnok az abban, hogy én tekés vagyok. A mézés megy, az ilyen énekesek jönnek, az abban. A mi volt? A konyak megy, az meg ilyen híres, mert azt már több helyen is ismerik. Én a születések fáját rajzoltam le, és akkor azokra rárajzoltam azokat a leveleket, amik rajta vannak, és akkor rajta vannak a neveink. Itt Szankon, például a képtárban, itt Gyészabónak több mint 700 alkotása díszíti az itteni termet. Itt Szankon gyártják a konyakmeggyet, ami elég keresett szokott általában lenni. Én úgy gondolom, hogy az iskola is, meg a játszótér is, mert hogy a játszótér is fel lett újítva, egész szép lett. És ha egyet kellene választod neked, mi a legnagyobb helyi érték itt Szankon? Képek, mert ugye bár az Erdélyből jött, és akkor egész a világon itt van a legtöbb Gyészabó rajz. Nagyon tetszik a játszótér, a szökőkútot az játszótéren, például a Méz és Megy Fesztivál, ami minden évben megvan. Akkor például ez a képtár is nagyon gyönyörű lett, Gyészabó Béla festményei, vagy fametszei, úgy mondanám, akkor szinte ennyi. Ezek a főbb kedveltem, vagy amit szeretek, úgy mondom. Hát ennyi szinte. És szerinted helyi értékben beletartozhat mondjuk egy finom sütemény, amit itt készítenek Szankon, vagy egy más édesség, vagy egy étel? Szerintem igen. Beletartozhat. Például van Julika nénnek a rétese, vagy süteménye. Én még nem kóstoltam, de biztos nagyon finom lehet, ha benne van. És igen. Sütemények. Finomak lehetnének. Ja, igen. Térjünk vissza a lényegre. Igen, szerintem lehetne több étel is, mondjuk szanki halászlé is lehetne, csak még senkinek se volt kedve. Meg lehet, hogy több sütemény is lehetne, csak elég volt egy. Meg ugyebár arra jelentkezni, meg hogy nem mindenki engedi meg, hogy szerepelhessen ebbe az egészbe, hogy az ő süteménye, meg neve benne legyen a újságokban például, vagy ebbe az értéktáros dologba. Ami érdekes és szórakoztató, vagy érdekes dolog,
főként, az benne lehet. Például névtánc is, igen, itt sokan vannak névtáncon, meg van énekkar is, arra is sokan jelentkeznek, és sok szereplés van, meg sok díjat is hoznak a megyéből, és igen, szerintem az is benne lehet simán. Hát, mint sokan mások, a Szanki Méz és Megy Fesztiválról készítettem egy rajzot, a logóját lerajzoltam. Megyei szinten is híres ez a fesztivál, mert sokan ellátogatnak, és ugye minden évben a méz és a megy megjelenik valamilyen formában, és szerintem jó, hogy így híresítjük Szankot. Fel tudnál még sorolni más olyan értékeket, amik itt Szankon helyi értéknek mondhatók? Hát a Szanki kézműves konyak megy, ami eléggé finom is, meg híres is, és azért az eléggé nagy dolog, hogy ilyet csinálnak Szankon. Ételek, sok szobor is azért található Szankon, ami eléggé jellemző. Hát én nekem, ami legfőképp tetszik, az a konyak megy, mert hát, azt meg lehet enni, és az finom. Meg a szobrok közül például, ha a kopjafa annak számít, azért szerintem az Szank egyik legszebb szobra. Néptánc, ami Magyarországra jellemző, és szerencsére Szankon is oktatnak. Szóval az úgy megint csak nevesíti Szankot. Én egy katolikus templomot rajzoltam. Igazából én szerettem a templomokat, szoktam rendszeresen is járni, és igazából a templom úgy gondolom egy falunak úgymond egy éke, mert igazából így összetartja a falu közösséget. Szankon sok minden úgymond így a szívemhez közel áll. A könyvtár például, akkor most a művölődési ház is nagyon szép, és nagyon sok jó program van ott. A Mézmegy Fesztivál, ami mindig nagyon jó, és nagyon jó nyáron kikapcsolódás. Meg az ilyen régi dolgokat is szeretem, az ilyen, úgymond ilyen régi dolgokat, a kiállítások, meg az ilyesmik. A Szanki konyak megy, kóstoltam, igazából nagyon finom, nem pont gyerekeknek való, de a felnőttek azt is nagyon szeretik, és nagyon jó ez a látvány, ahol látványosan meg lehet nézni, és ez nagyon jó, én is végignéztem már egyszer az Ízek házában. A Méz és Megy Fesztivál szerinted miért kapta ezt az elnevezést itt Szankon? Miért tartották fontosnak, hogy ezek szerepeljenek ebben a rendezvénynek a nevében? Hát Szankon tudom, hogy vannak méhészek, foglalkoznak a méhekkel. Kóstoltam a Mézmegy Fesztiválon, mindig megkóstolom többször is a mézet, nagyon szeretem, mindig nagyon finom. A megy pedig úgymond egy ilyen, a mézhez ő igazából kicsit kapcsolódik, mert valahogy így együtt finom, mindig vannak géniusz rekordok, nagyon jó, mindig részt veszek benne. A sok program, meg a csokis megy, meg a rétes, a megyes rétes, nagyon finom. Meg a programok, hogy vannak híresebb emberek, nagyon jó, meg a szanki néptáncosok is föl szoktak lépni, meg a citerások is, nagyon jó, élvezem a Mézmegy Fesztivált. Te hogyan fogalmaznád meg, mit jelent az, hogy helyi érték itt Szankon? Olyan dolog, ami az itteni embereknek fontos. Fel tudsz sorolni ilyen értékeket? Az öreg nyárfa, a Szanki konyak megy, Juli néni házi rétese, a selyemfűméz, a teke, csarnok és tekesport története, a játszótér és pihenőpark, a horgasztó. Az öreg nyárfa az miért tartozik szerinted ebbe a körbe? Mert már nagyon idős. Szerintem az a helyi érték, ami Szankot egy kicsit híressé teszi, hogy Szanknak azok a kimagasló dolgai, amik szerintem helyi értéknek számítanak itt. Fel tudnál ilyeneket sorolni? Hát például a konyak megy, azt itt kézzel készítik nálunk, meg van szerintem helyi érték a
minden évben megrendezik a Guinness rekordot a Méz és Megy Fesztiválon, meg az olaj, a szánknak az olaja, a méz, szanki méz, meg van a méhek, meg a megy, szankon nagyon jó megy van, meg hát a gyümölcsök. Most látom, hogy főleg a gasztronómia területéről választottál. Milyen más egyéb területekről lehet még választani helyi értéket itt szankon? Hát az olajbányászat, arról is híresek vagyunk, hogy szanknak van egy területe, ahol olajat szednek ki a földből. Igazából szerintem még ez lehet. És a kultúra témaköréből szerinted lehet-e választani helyi értéket? Szerintem lehet. Például a szankon van a Gyészabó Béla képtár, ahol itt van a legtöbb alkotás a Gyészabó Bélának. Ha vidékről, más városból, más országból érkezne ide valaki, te miket mutatnál meg neki? Mi lenne az, ami neked fontos, hogy megismerjen egy távolról ide látogató? Hát szerintem elsőre elvinném az Ízek házába, megmutatnám neki, hogy hogy készítik a konyakmegyet, mert ugye vannak ablakok, és ott végig lehet nézni lépésről lépésre, hogy csinálják a konyakmegyet. Akkor megmutatnám neki, hogy Gyészabó Bélának hány, és hogy milyenféle alkotásai vannak nálunk, meg elvinném szerintem valami méztermelőhöz, hogy megnézze, hogy milyen a szanki méz. Elvinném rétest készíteni, van szanki néni, aki még ő tudja nyújtani az asztalon a rétes tésztát. Nagyon ügyesen csinálja a néni, és ő különböző praktikákat el lehet tőle lesni. Választottam ezt a napot, úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot, úgy akartam. Minden álmodat